Sziasztok! A mai videóban egy Oleoma GS411-es szeretnék bemutatni nektek. Ez egy olasz gyártó által, az EMAG által gyártott termék, rendkívül megbízható, hosszú élettartamú, abszolút szinte nulla a szervizigénye, alkatrész könnyen lehet szerezni hozzá. 1992-ben az EMAG, az Oleomag és az EFCO fúziójából jött létre. Ezután az EFCO és az Oleomag, mint márka az EMAG tulajdona maradtak meg, és az EMAG volt a gyártó. Az EMAG volt az első olyan gyártó az egész világon, aki megkapta a minőségi, etikai és környezetvédelmi tanúsítványt is. Hogy csomagolják meg is ki. Itt van a láncvezető, és ez már benne van a láncvezető. Tokban. Az idegen nyelvű leírás. Maga a motorfülés. És ott van a szerszámok. A Oregon lánccal szerelik gyárilag. Ezek is jó és magas minőségű láncok. Összeraktam már a gépet, a kibontásról láttatok már bevágásokat, de most szeretném megmutatni, hogy hogyan néz ki itt a lánckerék felé, hogy van beépítve a láncfék a lánckerék felébe, miért ilyenek a csavarok, mi ez a gumi, hogy lássátok. A láncféket ki kell oldani, különben nem fogod tudni levenni. Ez a láncfék, ez ráfeszül a kukumra és megfogja a láncot, hogyha bármi baj van, vagy csak szeretnéd lerakni, hogyha jár a motor, nehogy valakit megvágjon, akkor ezt mindig itt be kell húzni, és akkor ez ráfeszül. Ez így működik. Éppen egyébként egyszer kinyitni. De itt sem okoz gondot. Nagyon praktikus, hogy a csavarokat ilyen kis gumi körbeölelő tartóba rakta bele az Oleomag, mert például ha az erdőn vagytok, egy csavarjátok, nem tudjátok rakni a földre, nem tudjátok arrébb rúgni, hanem biztosan rajt marad. Magába a lánckerék fedélbe van beépítve a láncfeszítő. Gyors állításra van lehetőség, nem kell hozzá levenni, és akkor ide kell ezt a kis pöszköt beállítani a felszerelésnél. Ugyanúgy csak rakom. Látszik, hogy nagyon laza. Körülbelül 1 centire kell felhúzni, az előző videóban is elhangzott, akkor így elhúzni. Ha érdekelnek hasonló tartalmak, akkor iratkozz fel, lájkold a videót, vagy ha esetleg egy konkrét gépet szeretnétek, meglátom, tudunk-e szerezni, és akkor bemutatom azt is. Sziasztok!